A római levél első részének 25-től 27-ig terjedő verseit olvasom. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. Folytatja az apostol a megelőző verseket, és az alapvető kérdés az, hogy egy ember imádja-e a teremtőt, mégpedig úgy, hogy az ő urának tekinti, és igazodik hozzá. Vagy pedig, ha nem imádja a teremtőt, akkor imádni fogja a teremtményeket. És ez történik az emberek életében, ember életünkben, hogy ha nincs igazi urunk, akkor lesz majd sok minden, ami elfoglalja az ő helyét. Igen, ám ez egy deformált életet hoz létre. Bármi az Isten helyébe lép, legyen az az ital, valamilyen szenvedély, legyen az valaki személy, legyen az szórakozás, sport és egyéb, ami olyan rangra emelkedik valakinek az életében, hogy ő az Isten, illetve az Isten, idézőjelbe téve, és a körül forog minden, és határozza meg a gondolkodását, a hozzáállását, az anyagiakat, az időbeosztását, akkor egy deformált élet indul meg. És ez a deformált élet odáig deformálódik, amit leír, hogy az Isten által adott életrend, amiben férfivá és nővé teremtett bennünket, és a kettőt egybe hozta úgy, hogy ebből a házasság jöjjön létre, is a család, és az utódok nemzése, és egymással való élés férfiak, férj és feleség között, ez fölborult. Úgy, ahogy látjuk is, hogy normálisnak tartják emberek, hogy nők a nőkkel, férfiak a férfiakkal nemi életet éljenek. Az egész abnormális dolog, és ezt kimondja az ember, akkor van, ahol beperelik, vagy van olyan lelkész, akit azért, mert erről világosan beszélt, egyszerűen megbüntettek, mert ezt így nem lehet kimondani. Nem lehet kimondani, és akkor terjed tovább a dolog, hogy ma már Európa egyes országaiban, vagy legalábbis egyikben, arról beszélnek, hogy törvénybe kellene iktatni embernek és állatnak a nemi közösülését. Egyszerűen az ember úgy érzi, hogy megőrültünk. Igen, megőrültünk. Ez az őrület söpör végig, mert hiányzik az igazi igazodási pont. Ha nem Isten a dicsőített, imádott atyánk és urunk, akkor elvesztettük a tájékozódást, és akkor bárhova
elnavigálhatjuk magunkat és egymást. És azt írja, hogy elveszik tévejgésük jutalmát. Természetes, hogy ha valami nem a normál rendszerint funkcionál, annak következménye van. Akár csak az autónkban, hogyha valamelyik alkatrész meghibásodik, és egyik a másikra kihat, és nagyobb kárt is okoz, ha mi nem úgy éljük az életet, ahogy az eredeti rendjében megadott élet, akkor annak mindenképpen káros következménye van. És ez folyik az emberiség életében, és ezért olyan éles az apostol szava, hogy ne vegyük alapnak és természetesnek azt, ami van, és ne ezen akarjunk valami módon javítgatni, hanem mondjuk ki, hogy itt egy nagy eltévejedés van, itt egy alapprobléma van. És hát ezért kellett Krisztusnak jönnie. Mert ebből kilábalni az emberiség és az ember, te sem, én sem, önmagunktól nem tudunk. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy hol vagyok én ezekhez képest. Hát az én életem egész szolid. Igen, de ha ez a szolid élet is, eltévejedett élet, hangsúlyaiban nem a helyén mozgó élet, már pedig nem, a legjobb embereknek sem mozog a helyén az életük, mert Isten nélkül képtelenség ez. Akkor ezt ki kell mondani. És ezért tér majd rá arra, hogy be kell látnunk ezt az állapotot, hogy ide jutottunk, és oda kell fordulnunk a megváltóhoz, a szabadítóhoz.